Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit a mai műsorunkban Pálinger Katival, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével, a női szakágért felelős alelnökkel fogunk beszélgetni a következő néhány percben. Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! És a témánk természetesen női kézilabda, és egyben a közelgő olimpia. Felvételünk napja egyébként kedd, amikor mi beszélgetünk, ugye ennek azért van jelentősége, mert Kati, ha jól tudom, te Bogláron vagy éppen, és ez az a nap, amikor megkezdte a magyar női kézilabda válogatott a felkészülést a Tokiói olimpiára. Igen, tegnap kezdte meg konkrétan. Hát nagyon várták már a lányok, ugye előtte volt azért egy komoly program a ruhapróba keretében, ami szintén nagyon nagy élmény volt, úgyhogy egyértelműen már olimpiai lázban ég az egész csapat, nagyon jó ezt látni. Nagyon elszántak, azt gondolom, hogy mindenkinek látszik az arcán, hogy tudja, hogy mire készül, és hát pár szót azért tudtunk itt beszélgetni a Holanek Zoli valaki, aki már megkezdte a teszteléseket, a felméréseket, és pozitívak a visszajelzések. Bocsánat, ő az erőnléti edzője. Így van, és abszolút pozitívan nyilatkozott a lányokról, hogy jók az eredmények, tehát jó állapotban van a csapat, ez nagyon biztató itt a felkészülés legelején. Na, ha már említetted a ruhapróbát, gondolom, hogy ez egy női csapatról lévén szó még hatványozottabban érdekes, mert gondolom, hogy a fiúknál is számít, hogy milyen ruha van rajtuk, de hát a nőknél meg különösképpen mennyire elégedett a csapat azzal, amiben majd Tokióban kell megjelenni? Nagyon, hát gyönyörűek a ruhák, egyébként szerintem a maga a formaruha is szerintem minden idők legszebb magyar formaruhája. És hát a sportcucc, amiket megkaptak, az már önmagában, hogy mennyi cucc van, amilyen körülmények között átveszi, hogy több, tényleg 10-20 hostess csak azt figyeli, hogy mit kell cserélni, mi kicsi, mi nagy, hozzák a lányoknak a ruhákat, ez is egy külön program, és tényleg nagyon élvezték az egészet a csajok, úgyhogy tényleg különleges élmény ez is, mert nem olyan, mint egy világverseny előtt egy szerelésosztás. Ígérem, hogy mindjárt lepattanok a témáról, de az még érdekelne, hogy ez hogy működik most tehát nem a melegítőnél, hanem tényleg a formaruhánál, hogy ezt mindenkire egyénre szabják, tehát ott leveszik, és akkor mindenkinek oda igazítják, ahogy az a legjobban áll? Igen. Ezt mindenkiről méretet vettek, mindenki volt ruhapróbán, és mindenkire egyénileg ráadták, ott felpróbálták, és ott még volt 3-4 varrónő, aki azonnal egy kisebb átalakítást az átvételnél is tudott eszközölni, de nagyon-nagyon ritka volt, hogy erre szükség legyen, úgyhogy nagyon profin és flottul ment ez is. Szuper. Divat topikot lezártuk. Én szívesen beszélek még. Én azt szeretném megkérdezni, mert ugye olimpia előtt ruhája mindenkinek van, de nem mindenki utazik az olimpiára, ez egy ilyen nagyon nehéz pillanat, hogy mikor kijelölik a csapatot, hogy van ez tervezve, hogy most hányan vagytok, és hányan mentek, és hogy van pontosan ez a plusz egy ember, mert hallottam országokat, akik nem plusz egyet visznek, hanem plusz kettőt, meg plusz hármat, hogy ez nálunk hogy lesz? Igen, hát ugye ez is most egy picit másképp működik itt a COVID-helyzet miatt, hiszen a maga beutazás lehetetlen az országban, nincs akkreditációja egy játékosnak. Tehát valóban 14 plusz 1 játékos tud utazni, tehát 15 játékos fog kiutazni az olimpiára, de ebből egy tartalékként lett, de ugyanúgy bent lesz a faluban, tehát a csapattal edz, a csapattal tud élni nap, mint nap. Terveztük azt mi is, hogy két játékos pluszban kiutaztatunk, és Japánba vagy a környéken tényleg, hogy az aklimatizáció miatt kéznél legyenek és jó állapotban, ugye a jetlag miatt, hogyha szükség lenne esetleg sérülés miatt rájuk. De annyira nehéz ezt most megoldani, hogy tényleg ugye a japán kormány csak akkor enged be valakit, hogyha akkreditációja van, plusz akkreditációt pedig nem igényelhet. Próbáltuk, hogy a stábból esetleg vannak különböző akkreditációk, hogy akkor oda onnan veszünk el, és akkor egy-egy játékost oda becsempézünk, van ilyen akkreditációnk, hogy ilyen szakmai stábba, akik nem laknak a faluba, de az edzés helyszínt látogathatják, viszont hogyha ezzel akkreditálunk valakit, akkor utána már nem tudnánk játékosként. Úgyhogy minden lehetőséget megvizsgáltunk, és azt láttuk a legészszerűbbnek és célszerűnek, hogy,
hogy a tartalékok itthon fognak készülni, és amennyire lehet tűzben tartani magukat. De hát valóban, ahogy mondtad, Attila, hogy ez nem egy kellemes dolog, ez a keretszűkítés, és azt gondolom, hogy amennyire szép szakma ez a szövetségi kapitányi poszt, ez azért nem egy egyszerű, és ez talán a legnehezebb feladat. Tehát akkor most még 4 olyan játékos van veletek, aki nem utazik. Igen, 19-en kezdtük meg a felkészülést. Ugye egy változás történt az olimpiai selejtezőhöz képest, a Szekeres Klára helyett jött be a Bordás Réka Debrecenből. Én azt gondolom, ezt a Gábor a Szekivel megbeszélte korrekt módon. Ő tényleg annyira egy védő specialista, hogy a 14 fő, 15 főbe nehéz azért egy olyan játékos betenni, aki nem kimondottan komplex játékos, és ráadásul a Ceki ugye kisgyermekes anyukaként azért azt megcsinálni vele, hogy végigcsinálja a felkészülést úgy, hogy azért ő is tudja, hogy kevés esélye lett volna emiatt, hogy ő csak védekezik bekerülni a keretbe, úgyhogy ezt letisztázta vele, és hát Bordás Réka került be helyette, így vagyunk 19-en. És mikor lesz kijelölve a 15 utazó ember? Hát július 4-e a határidő, amikor a NOB felé le kell adnunk a szűkítés listát. És szerinted, tudom, hogy ez a Gábornak a kompetenciája, de vannak még kérdőjelek, vagy tulajdonképpen megvan a 15 ember, és hogyha nem történik sérülés, vagy váratlan esemény, akkor már ezt úgy azért tudják a játékosok is. Biztos, hogy vannak kérdőjelek, és hát kőkemény verseny, és azt gondolom, hogy egy ilyen edzőtáborban, egy ilyen felkészülésen ez a legjobb, hogy a posztonkénti verseny megvan. És hát nyilván ott van egy Kovacsics Anikó, akinek a vállalkozás sem 100%-os még, de napról napra sokkal jobb, tehát megvan az esélye annak, hogy teljes értékű játékosként utazzon, de hát nyilván az ő körülötte van a legnagyobb kérdője, hiszen ha egy irányító játékos kiesne, akkor ott azért elég konkrétan átalakul a keret. Úgyhogy meg hát azért a Zácsik Szaninak is volt egy sérülése, tehát azért vannak még kérdőjelek, nyilván itt a sérülések kapcsán, de szerintem a Gábornak azért a fejében már körvonalazódik a szűkebb keret, de nyilván minél később kell leadni, azért addig lesz jó pár edzés, amikor látja azt is, hogy ki milyen állapotban van, és milyen taktikai variációkat baki hogy tud beépíteni. Még egy kérdésem van csak ebben kapcsolatban, mert ugye ez tényleg az olimpiánál ez egy ilyen nagyon különleges, nagy fejfájás, mert a VB-ken, EB-ken most már sokat lehet cserélgetni, no. Hogy az a plusz egy, az egy kapus, logikusan? Mert ugye, hogyha véletlenül megsérül az egyik kapus, és nem lehet nagyon kiutaztatni senkit, akkor kéznél kell, hogy legyen, vagy ez sincs még kimondva? Nem feltétlenül egyébként, mert ugye, mint a minden másnap van meccs, azért a kiutaztatás nem akkora. Most nyilván egy jetlagről, ha beszélünk, azért az nem egyszerű, de én ezt meghagynám, ezt a döntést a Gábornak, de azért azt, ha megnézzük az elmúlt évek statisztikáit, hogy hány kapus, és hát most gyorsan lekopogom itt magamba, hogy vannak ezek a kapussérülések, és mikor volt szükség konkrétan a harmadik kapusra, akkor lehet, hogy itt a vállak miatt, tehát most gondolok itt a Szani sérülésére, meg a Misikének a sérülésre, Kovacsics Anikó sérülésére, lehet, hogy inkább egy mezőnyjátékos lesz a plusz egy, de ezt meghagyom a Gábornak. Komoly verseny van, én azt gondolom, a kapusok között is, és tulajdonképpen azt megnéztük, hogyha szükség van arra, hogy itthonról vigyünk ki játékost, akkor igazából miután minden más, tehát szünnapok vannak a meccsek között, ezért az sem egy lehetetlen terv. Úgyhogy terve volt az is egyébként, ahogy mondtam, hogy ezt a két játékost akár Koreába, vagy valahova kivisszük oda közelbe, de annyira bonyolult most a Covid miatt még mindig a helyzet, és annyira szigorúak a szabályok, hogy nem szeretnénk kitenni senkit ilyen ekkora kockázatnak, úgyhogy letettünk erről a tervről. Eszembe jutott egy most már 21 évvel ezelőtti sztori, csak hogy így hallgattalak Anikóval és Szanival kapcsolatban, ugye amikor Lővi Dóra volt sérült, és nem tudta eldönteni Mocsai Lajos, hogy most vigye, ne vigye, és ugye az utolsó pillanatig lebegett, hogy tud-e utazni a balszélre,
és ez egy kicsit fel is borította egyébként a felkészülést. Meg most eszembe jutott Szoboszlai Dominik, aki ugye készült élete versenyére, és ki kellett hagynia, hogy Anikónál ez úgy néz ki, hogy csak akkor utazik, hogyha 100%-os lesz, meg Szaninál is. Vagy ez Gábor döntése majd, hogy ugyancsak 92, de Kovacsics Anikóra annyira nagy szükség van, hogy menjen így is. Hát ez Gábor döntése egyértelműen, tehát ezt ő fogja eldönteni. Én azt gondolom, hogy a Misike mentalitását ismerve, hogyha ő tud játszani, akkor ha 92%-osan is, de tud játszani, akkor az olyan, mintha 100%-os lenne, tehát ő biztos, hogy oda fogja magát tenni. De nyilván itt a hosszabb távú sérülés sem szabad kockáztatni, ha már Szoboszlai Dominik esetét említetted. Biztos, hogy összeülnek majd, amikor erre szükség van, az orvosi stáb összeül a edzői stábbal, és akkor meghozzák ezt a döntést. Én nagyon pozitívnak látom egyébként a Anikónak a rehabilitációját, tehát hogy halad, úgyhogy most már labdás edzéseken is részt vesz, úgyhogy biztató. 12 nap van, ugye most gyorsan ránéztem a naptára, most a felvételünk időpontja június 22, és ráadásul vasárnap 4-e, július 4-e, akkor harmadika a céldátum, mármint amit ti, mint Magyar Kézilabda Szövetség kitűztetek Gábornak? Igen, nyilván itt azért majd az elnökségnek ezt jóvá kell hagynia, tehát azért pár nappal előtte valószínű, hogy elkérjük tőle majd ezt a listát. De hát nyilván neki meg az a célja, hogy amíg tudja, addig húzza ezt, hiszen világos. Egy hét alatt is azért itt sok minden történhet. Jó, mi a helyzet a stábbal, meg a kiutazó létszámával, mert ugye úgy tudom, hogy borzasztóan szigorú korlátozások vannak, tehát ami mondjuk a leginkább érdekes mondjuk a kívülállók, a szurkolók számára, az, hogy tud-e menni Görbic Anita és Danyi Gábor, és akkor Holanek Zoltán, mint erőléti edző, és az a bizonyos mentál stáb, az most elkíséri őket, nem kíséri el, elkísérheti, hogy néz ez ki? Igen, hát annak nagyon örülünk, hogy az edzői stáb tud utazni. Tehát gondolok arra, hogy Elek Gábor, Danyi Gábor és Görbic Anita és Holanek Zoltán is ott lesz a csapattal végig, tehát a faluban és az edzéseken és minden helyszínen. A mentáltrénerek valószínű, hogy online fogják, amennyiben a játékosok szükségét érzik, segíteni a csapatot. Ők most a felkészülésen dolgoznak, inkább különböző egyéni foglalkozásokkal és inkább csapatépítő programokkal. Nagyon-nagyon be voltunk valóban korlátozva, tehát azok az akkreditációk, amik régen esetleg egy-egy plusz ember jelenlétét jelentették, hogy külső szálláson, de a meccs helyszíre és a faluba különböző belépőkkel. Ezeket ugye lehetett sportáganként is változtatni, hogy amikor már egy sportoló leversenyzett és az ő stábja hazament, akkor átvette egy másik sportág azt az akkreditációt. Tehát ilyenekkel lehetett, de hát most a vírus helyzet miatt sajnos tényleg minimálisra van csökkentve, és hát annak örülünk, hogy még a videóst is sikerült akkreditálnunk, úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy amire szükség lesz a csapatnak, azt ott arra mindenre lesz ember, úgyhogy ugye Holanek Zoltának is azért itt kiemelt szerepe lesz, hiszen a konditerem a faluban van, azért ott komoly regeneráló edzésekre lesz szükség, úgyhogy fontos, hogy ő is ott legyen. Én azt szeretném még kérdezni, hogy most jelenleg hogy működik nálatok így a szakmai felügyelete tulajdonképpen a válogatottnak. Ugye régen, az ősi időkben egy alelnök az általában valami politikus vagy pártember volt még a szocializmusban, nem nagyon szólt bele abba, hogy Mocsai Lajos vagy Csík János vagy Faludi Mihály milyen játékosokat hova tesz, mit csinál, milyen felkészülést csinál, de aztán utána azért eljöttek azok az idők, hogy olyan volt, játékosok voltak a vezetőségben, mint te, vagy annak idején mondjuk én, és én emlékszem, amikor Carl Erik Böhm volt a kapitány, akkor ő például kifejezetten kérte és bevont engem a bizonyos kérdéseknek a megtárgyalásába, nyilván ő döntött, de értékelte azt, hogy olyannal is tud beszélni, aki látott már kézilabdát. Tehát az érdekelne, hogy most ez hogy van, hogy te vagy a Kirchner Erika mennyire vagytok bevonva azokba a konkrét döntésekbe, tehát nyilván nem
nagy vonalakban, hanem hogy konkrétan kikérje a véleményedet például az Elek Gábor abban, hogy például a kapusok között szerinted három kapus kéne, vagy kettő, vagy melyik, vagy egyáltalán a felkészülés alatt kivel játszatok, hogy játszatok, mit játszatok? Én azt gondolom, hogy ez is, tehát megfelelő határ, tehát tényleg a döntésben nyilván a végső döntés az a szövetségkapitány, és ez így helyes, de Erával együtt, Era is itt van egyébként, folyamatosan tartjuk az edzői stábbal a kapcsolatot, ugye én Görbével is nagyon sokat beszélek, rendszeresen egyeztetünk, szakmai kérdésekben, meccsek után, a világversenyen és az olimpiai selejtezők után is mindig beszéltünk, tehát kikérik nyilván a véleményük, illetve elfogadják azt gondolom a kritikát, mind a pozitív, mind a negatív, ez fontos, hogy egy külső szemlélő is, illetve hát azért tényleg mégiscsak mi vagyunk az alelnökök, tehát a mondjuk a nem jó szereplésért azért minket vonnak elsősorban felelősségre. Illetve az szerintem most kimondottan sokat számít, hogy a Gáborral én nagyon-nagyon sok olyan megbeszélést folytattam, ami tudta, hogy én mondjuk három olimpián voltam. Tehát azért ő még nem volt olimpián, akármennyire is nemzetközi meccseken meg tapasztalata van, meg most már egy világversenyt is levezényelt kapitányként, azért egy olimpia teljesen más, és amikor a legelső megbeszélés volt, akkor emlékszem, mondtam, hogy hú, akkor ezért még sokat kell beszélnünk, hogy egy olimpia teljesen, tehát ott nincs olyan, hogy majd akkor mi korábban szeretnénk edzeni, meg akkor majd most mi ezt szeretnénk, ennyi, tehát 3 óra helyett 2-re jöjjön a busz, meg ide szeretnénk menni, tehát itt ez teljesen más világ, és teljesen másról szól egy olimpia. Úgyhogy itt rengeteg tapasztalatot tudtam mondani, meg hát így, hogy az Olimpiai Bizottság elnökségi tagjaként, ráadásul első kézből tudtam olyan információkat, itt az akkreditációk körül is azért jó, azt gondolom, hogy a sportágunk ott is jelen van, hiszen szerintem ez a szép számú stáb, ez azért egy picit ennek is köszönhető, hogy ennyi stábtagunk lehet. Hát meg ugye ez az olimpia még ráadásul különösen más lesz, mint minden egyéb világverseny, hiszen amilyen hírek kiszivárognak, abból teljesen egyértelműen lehet tudni, hogy elképesztően szigorú biztonsági intézkedések lesznek, most nem a szónak a, hogy mondjam, tehát az egészségügyi biztonságot, tehát a COVID-helyzet miatt. Erre ti kaptok valami kézikönyvet, amit be kell magolni és be kell tartani, hogy mikor mit lehet és mit nem? Igen, van egy úgynevezett playbook, ami kijött már nem tudom hány hónappal ezelőtt, ez az olimpiának ez a playbook, tehát ez alapján erre van leírva minden, mert ez általában 2 hetente változik. Tehát ezért tényleg a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársait se, tehát agyon dicsérem én meg, mert amilyen türelemmel, de annyira bizonytalan a helyzet, hogy sokszor ők se tudják megmondani, hogy holnap éppen vagy holnap után mit húznak még le az akkreditációk listájáról, mit szigorítanak még, milyen szabályokat vezetnek még be, milyen plusz tesztelést kérnek, milyen protokollnak kell még megfelelni, tehát elképesztő. De hát az egésznek egyébként tényleg olyan hangulata van, hogy valahogy a játékok menjenek le, tehát rendezzék meg, akármilyen szigorú körülmények között is, de meg kell rendezni az olimpiát. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek, tehát amilyen évünk volt tavaly, örüljünk, hogy van olimpia, és lesz, és szurkolhatunk, főleg azt, hogy mi is ott vagyunk magyar kézilabda. Na hát örülünk. Igen, parancsolját. Nem csak az jutott eszembe, ugye, hogy te is mondtad, hogy 3 olimpián voltál, meg én is voltam, hogy ez azért egy különleges olimpia lesz, mert biztos. Amitől klassz az olimpia, az pont nem lesz. És tehát az, hogy a sok minden sporttól lehet menni ide-oda, és egy picit az ember nem csak a kézilabdával foglalkozik. Itt azt hiszem, hogy csak a kézilabdával fognak a látékosok foglalkozni, és ebben kapcsolatban az merült fel bennem, hogy mennyire készültök arra, hogy a játékosoknak ezt a iszonyú hosszú bezártságát valamilyen módon, az férfi csapatoknál is nehéz, de nőknél úgy tudom még nehezebb, hogy azért van egy felkészülés, akklimatizálni, ott lenni, állandóan egymást látják, más nem látnak, messze vannak, tehát ez egy dupla terhelés lesz lelkileg mondjuk egy EB-hez vagy egy VB-hez képest. Igen, teljesen igazad van. Ezért a felkészülés, azt gondolom, ebben próbáltunk tényleg olyan helyszíneket beletenni, hogy,
hogy egy picit azért töltődjenek a lányok. Tehát azért én most itt lejöttem Boglára, és akkor pont mondtam a Görbének, hogy na, akkor nem Rogla, meg Mátraháza, meg a, ugye azok az, mi még annól abban az ingerszegény környezetbe készültünk fel itt meg, ugye itt a strand, meg a Balaton, meg, tehát tényleg fantasztikus körülmény. Ugye jövő héten kimegy a csapat Székelyudvarhelyre, ami szintén azt gondolom egy pozitív, nagyon-nagyon pozitív töltet lesz, egy pozitív élmény lesz nekik. Beszéltünk erről valóban a Gáborral. Tapasztalat nekem legalábbis azt mondja, hogy normál olimpia esetén nem lenne probléma eltölteni azért ott azt az időt, hiszen annyi élmény van, annyi lehetőség egy olimpiai faluban is, hogy azért el lehet tölteni azokat a szabadnapokat az edzések mellett, de az biztos, hogy ez egy más olimpia lesz, és azt nem tudom, hogy ez mennyire lesz korlátozva. Tehát, hogy a falun belül mennyire lesznek azokra a szórakozási lehetőségre helyszínek, gondolok itt tényleg ilyen a játékteremtől kezdve, hogy az ebédlő mennyire lesz lekorlátozva, azért az is egy olyan közösségi tér volt, és azért ott találkozott az ember tényleg hatalmas sportolókkal, ez szintén egy olyan plusz dolog volt. Azért maga a magyar csapat is egy remek társaságot fog alkotni, abban biztos vagyok, ugye azért, hogy több, tényleg ott egy kupacon a magyar sportolók, az mindig egy fantasztikus hangulat. Valóban fel kell erre készülni, én azt gondolom, hogy ez a mentáltrénerek feladata is, hogy olyan csapatépítő programokkal készüljenek ezekre a holt időkre, hogy ezeken a holt pontokon és hullám völgyeken a csapatot átlendítsék. Na akkor nézzünk egy picit az olimpia utánra, mert gondolom nektek is muszáj az olimpia utánra tekinteni. Többször, több fórumon mindannyian szinte egybehangzóan elmondtátok kézilabda szövetségi vezetők, hogy azért hosszú távon a későbbiekben főállású szövetségi kapitánnyal képzelitek el a munkát. Na most nincs olyan messze már augusztus közepe, amikor véget ér az olimpia, ugye kevesebb, mint 2 hónap. Milyen előkészületek zajlanak ez ügyben? Mi mocorog a fejetekben? Hogy fog ez kinézni, ez az időszak, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átmenet? Nyilván azt nem lehet mondani, hogy majd az olimpia után elkezdünk gondolkodni rajta, mert megint elvesztünk egy pár hónapot decemberben, meg ugye világverseny van. Így van, annál is inkább, hiszen azért a csapat az egyben marad reményeink szerint. Tehát azért ez egy, itt tényleg hosszú távra kell tervezni, hiszen a csapat átlag életkora az mindenképp hosszú távra mutat, hogy hosszú távú sikerekben szeretnénk gondolkodni. Elkezdtünk ezen nyilván dolgozni, de semmiképp nem szeretnénk erről beszélni az olimpia előtt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek arra kell most fókuszálni, elsősorban a játékosoknak, úgyhogy semmilyen pletykának és ezzel a témával semminek, tényleg semmilyen információval nem szeretnénk alapot adni, de dolgozunk rajta valóban, ahogy mondtad, és ez így helyes. Jó, akkor a timingról annyit árulj el, hogy ha amikor augusztus közepén visszatértek, akkor a ti terveitek szerint mikor lesz kapitánya, főállású kapitánya a női válogatottnak, és ezt pályáztatás vagy kinevezés útján fogjátok elérni? Hát vannak terveink nyilván, de abban maradtunk, hogy most csak az olimpiára koncentrálunk. Most határidőt mondani. Mi van, ha hazajövünk egy olimpiai aranyéremmel? Kérdezem én. Akkor keressünk szövetségi kapitányt. Tehát azért itt sok kérdés van nyilván, de valóban... Hát nézd, a nagyon őszinte választ akarsz. Igen. Igen. Tehát ha egyszerűen tehát nagyon jó lenne egyébként a sportág. Nem, hát akkor a Fradi keresse magát. Igen, akkor a Fradi keresem. Igen, tehát... Ahogy mondtam, tényleg ezt tudom csak mondani, hogy dolgozunk rajta, időben meg lesz, nem lesz a női válogatott szövetségi kapitány nélkül hosszú ideig. Szeretnénk nyilván minél előbb pontot tenni majd erre a kérdésre is. Szívesen kérdeznék egy csomó mindent, de hát megértettem, kérdez, hogy hát most nem akar beszélni róla Kati, mert értem a helyzetet, de az is igaz, hogy azért... De miért akkor én hagyd kérdezzek, Kati, de ez ciki lenne, vagy zavaró lenne? Tehát előre elmondtátok, hogy utána főállású kapitány, valakinek ettől rossz érzése lenne, hogyha most történetesen azt mondanátok, hogy igen, van 3 név a kalapban, a Józsi, a Pista, meg a Dénes, el fogjuk dönteni itt a szeptember 1-ére. Ettől Ele Gábor rosszul érezné magát?
Nem, biztos, hogy nem, de én nem szeretném, ha egyetlen játékos is ezzel foglalkozna, hogy mondjuk hosszú távon ki lenne az edző, és nem az olimpiára koncentrálna minden idegszálával, és tudjuk, hogy azért, ha egy ilyen témát feldobnánk, és bármit mondanék most én itt, az biztos, hogy abból hír lenne, és nem szeretném, hogy bárkinek ez tényleg elvigye egyetlen százaléknyi energiáját is, hogy azzal foglalkozik, hogy ki lesz az edző. Azért mondom, hogy nem nyúzlak, vagy nyagatlak ebben, de az is biztos azért, hogy tehát itt a Kim Rasmussen története óta azért ez nem egy, hogy is mondjam, csak egy problémamentes kérdés az edző körüli döntések, mikor, hogy, miért. Azért is gondolom, hogy a következő ilyen döntés az mindenképpen egy nagyon megalapozott és hosszú stratégiai kérdések mellett meghatározott döntésnek kell, hogy legyen, mert őszintén szólva azért kívülről, nyilván belülről ti máshogy látjátok, de kívülről azért úgy tűnik, hogy itt azért volt egy kis kapkodás a Rasmussennek a hosszabbításával, aztán az elküldésével, aztán a két edző, egy edző, tehát nem azt mutatja, hogy itt minden úgy ment, hogy szerettétek volna, gondolom nem így szerettétek volna, de ez volt. Hát nyilván azért arra nem nincs felkészülve szerintem egyetlen vezető sem, hogy mondjuk az edzője úgy nyilvánul meg mondjuk egy nemzetközi mérkőzésen, hogy az komoly eltiltást volt maga után. Erre szerintem nem lehet felkészülni, utána pedig az, hogy kapkodás, az én azt gondolom, mint ahogy az eredmény bizonyítja, hogy a lehető legkézenfekvőbb és legjobb megoldást találtuk meg, ami az adott helyzetbe választható volt. Tehát az, hogy azért ott a kinevezés is azért hosszú megbeszélések után történt meg, a Kim Rasmussen kinevezése, továbbra is azt gondolom, hogy akkor ő volt a legmegfelelőbb választás. Aztán, hogy most tényleg azt gondolom, most megint mondhatnám, hogy tárgyaltunk már Erával, és beszélgetünk, és valóban hónapok óta foglalkozunk az üggyel, de konkrétumot nem szeretnék mondani. Nem egy adhok jelleggel szokott azért ez történni, hogy akkor holnap leülünk, és eldöntjük, hogy ki legyen a szövetségkapitány. Elfogadjuk, megértettük abszolút. Akkor csak egy kérdés, és ezzel nem foglak szerintem nehéz helyzetbe hozni, mert nem, nevet nem kérdezek, de a te fejedben van-e konkrét jelölt? Tehát azért te gondolsz-e konkrétan valakire, akit te szívesen látnál ebben a pozícióban? Persze, igen, gondolok, de azt mondom, hogy addig még hozhat olyat az élet, hogy lehet, hogy lesz még két jelölt, mondjuk az olimpia utánig, vagy az olimpia után egy héttel lehet, hogy még lesz három olyan tárgyalásunk, aki olyan koncepciót vázol fel, hogy azt mondjuk, hogy ő is rákerül erre a listára, de nyilván van, tehát van a fejemben, igen. Akkor most én leszállnék erről a témáról, viszont van egy másik kérdésem, amit mi a női szakág vezetőjeként nem a válogatottal kapcsolatban, hanem a magyar bajnoksággal kapcsolatban. Ugye jött egy olyan döntés most, hogy a külföldieket nem korlátozza tovább a szövetség. Ennek a döntésnek lehet-e az egy picit a motivációja, amit én és sok szakember nálam hozzábértő szakemberek is látnak, hogy azért a női bajnokságnak a színvonala az utóbbi egy-két évben átlag színvonala, tehát most itt nem a két-három jó csapatról beszélek, hanem a közép és az alsó mezőnyből, az jelentősen csökkent ahhoz képest, mint mikor azt mondtuk egy 4-5 éve, hogy a magyar bajnokság a világ legerősebb kézilabda bajnoksága. Ez ma már azért nem egyértelmű, és azt látjuk, hogy a csapatoknál, bizonyos csapatoknál nincs megfelelő minőségű játékos keret. Hogy ezt ti hogy látjátok, hogy mit szeretnétek tenni az érdekében, hogy újra azért ez a bajnokság ne olyan legyen, mint most, hogy azért túl nagy különbségek vannak a csapatok között, és néha igen gyenge meccseket látunk. Igen, de szerintem akkor is voltak nagyon-nagyon gyenge meccsek, amikor mondjuk több külföldi játszott, tehát ez,
Sőt, én például kifejezetten örülök, hogy egy picit én kiéletettebbnek látom most a bajnokságot. De nyilván ez megint egy olyan bajnokság volt itt a Covid miatt, hogy azért reméljük, hogy jövőre már teljesen normál keretek között teltházas meccsekkel tudunk játszani egy teljes bajnokságot. Az biztos, hogy sok kimutatást megnéztünk, és statisztikát, és az több ország adatait, és az kimutatható, hogy nem feltétlenül jobb attól egy válogatott, hogy kevesebb külföldi játszik a nemzeti bajnokságába. És ugye nyilván ezzel nekünk az elsődleges célunk az volt, hogy a nemzeti válogatottak jobbak legyenek, hogy több játék lehetőséget kapjanak a magyar játékosok. Szerintem ezzel egy picit ezen javítottunk, hiszen olyan játékosok is bekerültek a látókörökbe, válogatott a bő keretekbe, akiket korábban mondjuk nem játszottak annyit az edzők. Úgyhogy szerintem a célunkat elértük, és hát valóban a másik cél az, hogy ez a bajnokság azért az maradjon meg ezen a színvonalon, tehát erős bajnokságunk legyen, hiszen a mi magyar lányaink is abban erősödnek, hogyha hétről hétre olyan meccseket játszanak, ami nemzetközi szintű. Szerintem a végére is értünk, hiszen a fél óra is letelt, ugye nagyjából eddig szokott tartani ez a beszélgetés, Kati idejét sem akarjuk tovább rabolni, hiszen gondolom van teendő Bogláron. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk, hát és akkor teljes erővel előre az olimpia felé irány Tokió. Köszönjük, Kati! Köszönöm szépen, sziasztok!